Választási szövetséget kötöttek, a Fidesz-KDNP-vel fog össze az ÖPE. Közművezeték csere, új aszfaltburkolat megújul a Mecsekoldal úthálózata. Jutalmat adnak a szép kertekért, balkonokért, virágos Uránváros verseny. Vizes sportok, szabadtéri aktivitás, sportpartit tartottak Pécsen. Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. A készenléti rendőrség kiemelt ügyeket felderítő főosztálya minősített emberölés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki gyanúsítottként azt a 28 éves turonyi férfit, aki jelenleg egy korábbi gyilkosság miatt jogerősen kiszabott, életfogytig tartó szabadságvesztés büntetését tölti. A gyanúsított elfogása előtt 48 nappal 2017. február 3-án Túrony községben egy Petőfi Sándor utcai házban ismeretlen körülmények között tűzkeret. A házban egy 88 éves idős nő lakott, akihez betört a férfi, de meglátta az áldozat és felismerte. Ezért többször megszúrta késével, majd felgyújtotta a házat. A 28 éves férfi beismerő vallomást tett kihallgatásán. Nagy visszhangot váltott ki a baloldali helyi sajtóban, hogy az Összefogás Pécsért Egyesület választási szövetséget kötött a Fidesz-szel és a KDNP-vel az önkormányzati választásokra. Így Pécsen közös listát állítanak, illetve polgármester jelöltként Vári Attilát támogatja a szövetség. Kővári János szerint a város érdekében döntöttek így, ami lehetőséget adhat a fejlesztési programjuk megvalósításához. Megvan az Összefogás Pécsért Egyesület programja, amihez szövetségeseket keresett. Ezzel magyarázza Kővári János, miért kötöttek választási szövetséget a héten. Azt is elárulta, hogy miért nem a baloldallal fogtak össze. A baloldali pártok és a újdonsült Momentum, illetve a Jobbik konglomerációjától eddig semmilyen értelmes gondolatot nem hallottunk, városépítő gondolatot. Pusztán kritikát és a másiknak a frocizását. Ebből még nem épült város soha, úgyhogy eldőlt ez a kérdés, hogy velük egyértelműen nem tudunk miről beszélni. A városvezetői oldalal azonban igen. Ezt bizonyítja, hogy sikerült megegyezniük. De egy nagyon szigorú megállapodás mentén, tehát mi nem csak úgy lárpullár gondoltuk, hogy működjünk együtt, hiszen ezt hosszan elmondtuk az elmúlt hetekben, hanem megalkottuk a Megújuló Pécs programot, ami egy 150 milliárdos program. Ez a város fenntarthatóságáról szól és fejlődéséről, amire várunk már 30 éve. Ehhez pedig kell egy kormányzati háttér is, és egy biztos, nyugodtan, jó kiszámíthatóan működő koalíció. Ezért állítanak közös listát a Fidesz-szel és a KDNP-vel. Eszerint 6 egyéni választókörzetben indít jelöltet az ÖPE a Fidesz és a KDNP támogatásával. 12-ben pedig a jelenlegi városvezető politikai oldal jelöltjeit támogatják. Kővári visszalép a polgármester jelöltségtől Vári Attila javára. Szakértők szerint fölmehetnek az albérlet árak a következő időszakban, hamarosan kiirdetik ugyanis a felsőoktatási ponthatárokat, így a leendő egyetemisták a közelben próbálnak lakást találni. Lakás kiadás szempontjából az augusztus a legerősebb hónap, ekkor zúdul a kereslet igazán a piacra, emiatt elképzelhető, hogy augusztusban 10-15%-kal emelkednek az albérlet árak a július elején mért adatokhoz képest. Pécsen például a jogi és közgazdaságtudományi karhoz közeli albérletek havonta minimum 100 000 forintba kerülnek, az orvostudományi kar közelében azonban akár 20 000 forinttal is magasabbak lehetnek az albérleti díjak. Csatornarendszert és ivóvízhálózatot újítanak fel a napokban a pécsi Angster utcában. A közművek rekonstrukciójára több okból is szükség van. Egyrészt a Mecsekoldali az egyik legrégebbi városrész, így a vezetékek is elidősödtek. Másrészt pedig egy 1 milliárd forintos kormányzati forrásból teljesen megújulnak az utcák és a járták. Hamarosan befejeződik a Mecsekoldal fő közlekedési útvonalának felújítása. Az Angster utcában már kicserélték a közművezetékeket, így már csak az új aszfaltburkolatra vár a szakasz. A korszerűsítések 1 milliárd forintos kormányzati támogatásból valósulnak meg. Ezt az összeget Pécs városa utak és járdák felújítására nyerte el. A rossz állapotú utak rekonstrukciója előtt azonban a közműhálózat is megújul. Hiszen sok esetben a városrésszel egyidős közművezetékek futnak az útjaink alatt,
itt most az Angszer József utcába több mint 700 méternyi csatornavezeték és több mint másfél kilométernyi ivóvízvezeték került kicserélésre. A munkálatok az utolsó fázisban vannak, ezt követi az új aszfaltburkolat elhelyezése. Amint ez megtörténik, lezárul a Mecsekolda legforgalmasabb útvonalának felújítása. Ez azonban csak az első lépése egy nagyszabású projektnek, melynek keretén belül az egész városrészt korszerűsítenék, tudtuk meg a terület önkormányzati képviselőjétől. Ezeken a szakaszokon, amelyeken a közművezetékek is elavultnak tekinthetők, ugye van ilyen a Mecsek oldalon is bőven, hiszen ez Pécs egyik legrégebbi városrésze, itt került a legrégebben kialakításra a belvároson kívül a közműhálózat, egészen az újabb városrészekig, ahol a forgalmasabb, nagyobb teherbírású útburkolat cseréje mindenképpen indokolt. A jelenlegi állapotok alapján úgy tűnik, ez a jövőben kormányzati támogatással megvalósítható, tette hozzá a képviselő. Tavasszal bezárták a törökkori múzeumként is működő Jakovali Hassan Pasa dzsámit a pécsi kórháztéren. Stojanovics Kristóf, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Kommunikációs osztályvezetője a bama.hu megkeresésére elmondta, számos esetben találtak olyan problémákat, amelyek elhárítása az épület hosszú távú megúvása érdekében halaszthatatlanná vált. A saját forrásból megvalósuló állagmegúvás első üteme az épület belső terén érintette. A tervezett második ütemben felújítják a dzsámi teraszát, kicserélik az ablakok kőkereteit, illetve a csatornarendszert is helyrehozzák, de statikai szakember bevonásával megkezdődik a faoszlop helyreállítása is. A komplex munkafolyamatok befejezéséig a dzsámi nem látogatható, de az Idris Baba türbéje a létesítmény vezetőnél történő előzetes bejelentkezés alapján továbbra is nyitva áll az érdeklődők előtt. Idén tavasszal hirdette meg Pécsett a Virágos Uránváros környezetszépítő versenyt Decsi István. A kezdeményezés célja, hogy a verseny után ne csak a legzöldebb, hanem a legvirágosabb is legyen a városrész. A jelentkezők az előkerteket és balkonládákat díszíthetik növényeikkel a megmérettetés folyamán. Mint azt az alpolgármestertől megtudtuk, az elmúlt években jelentősen megfiatalodott Uránváros. Ezért is fontos, hogy a következő generáció számára is természetessé váljon ez a kertészkedés. Hagyomány. Ezzel nem csak a környezetet szépítik meg, hanem közösségek is kialakulhatnak. Nagy népszerűségre örvendett a kezdeményezés, sok támogatást kaptunk hozzá, jók voltak a visszajelzések, nagy lendülettel indultak el a jelentkezők, és most pedig elérkeztünk a zsűrizés időszakához, ami július hónapban és augusztusnak a végén fog megtörténni, majd pedig a zsűri döntése alapján, szeptember elsején, a városnapján, illetve a bányásznap is erről napra eszik, akkor fogjuk kihirdetni a győzteseket, illetve a jutalmakat átadni. Az idei évben is nagyszabású dinnye promócióba kezdett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete. Ennek keretében a Kamara Baranya megyei szervezete dinnye kóstolót tart, amelynek célja az ormánsági dinnye népszerűsítése. A szezongyümölcsöt pénteken a pécsi Kossuth téren kóstolhatják meg az érdeklődők reggel 9 órától. Sportpartit tartott szerdán a Baranya megyei Szabadidősport Szövetség. Ezúttal vízi és szabadtéren űzhető sportágakat próbálhattak ki az érdeklődők. A nagy sikerre tekintettel egyébként a megyei szövetség ismét megpályázza az ingyenes, hiszek benned, fit, egészséges nemzetért tárt kapus programot. Vízi ügyességi feladatok, íjászat és labdás játékok is szerepeltek a Baranya megyei Szabadidősport Szövetség sportpartiján. A résztvevők kipróbálhatták a mocsárjárót, az egyensúlyozó deszkát, a kígyókötelet, az alagutakat, a lépegetőt, sőt a fahengert is. A Szabadidősport Szövetség keretében Julikával hetente kétszer asszonytornára járok, és most itt nyaral nálam az unokám, és akkor szerettünk volna eljönni ide. Neki is megmutassam, hogy a mama hol. A feladatok nagy népszerűségnek örventek mind a fiatalabb, mind pedig az idősebb korosztály körében. Íjászatot kell csinálni, kellett ilyen, nem is tudom, frisbee, van röplabda is. Nagymamámnak az edzőjén ott kellett lépegetni, alagutakon bújni, meg ilyen mászkálni a kötélen, ugye a földön is igazából. Nagyon ennyi a program.
A vállalkozó kedvűek pecsétkönyvet kaptak, ahol a teljesített próbákat igazolták a szervezők, ezekkel a pecsétkönyvekkel lehetett részt venni a sorsolásokon. Ne a teremben legyen a mozgás, mindenki részt vett rajta, és a gyermekeknek a belépést igen megtámogattuk, és játékos feladatok vannak mögöttünk, ugye láttuk az íjászatot, különféle ügyességi feladatok, de legnépszerűbb talán a víz melletti feladat, ahol mindenféle mókásabb dolgot kell elvégezni, nem feltétlenül csak az úszásról szól, bátorságról, vízbe merülésről, úgyhogy ezt vállaltuk. A Baranya megyei Szabadidősport Szövetség ingyenes, hiszek benned, fit, egészséges nemzetért tártkapus programjai is tartanak. Március 1-e és augusztus 15-e között vannak a rendezvények. Nagyon népszerűek a megyében. Tavaly több mint 1000 programot szerveztek, melyeken 15 000-en vettek részt. Pécset, Pécsváradon, Szentlőrincen, Mosgón, Kozármislenyben, Szigetváron és Bogádon zajlottak az edzések. A megyei szövetség ősszel újra megpályázza az ingyenes foglalkozásokat. 10 migráns próbált bejutni az országba Kölkett térségében kedden. A férfiakból álló csoport tagjai afgán, szír és pakisztáni állampolgároknak vallották magukat. Semmi személyi azonosságukat, sem magyarországi tartózkodások jogszerűségét nem tudták igazolni. Átadták azt az új 1 kilométeres kerékpárutat Kozármislenyben, amit egy 152 milliós pályázati forrásból valósítottak meg. A beruházásban közel 9 kilométeres szakaszon kerékpárutat jelöltek ki, ehhez épült az 1 kilométeres különálló szakasz. Az északnyugati városrész közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása, a településen található intézmények kerékpáros megközelítésének javítása volt a projekt célja. Valamint a Pécs új Petre Siklós összekötő úton a biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések kialakítása, illetve a tömegközlekedéshez kapcsolódó kerékpáros forgalom erősítése. A beruházása a megyei önkormányzat közreműködésével valósult meg. Mi a projektmenedzseri feladatokat láttuk el ebben, magyarán módon a koordinációért feleltünk. Fontos elmondanunk, hogy így most már Kozármislen teljes hosszirányú területén át lehet biciklizni egy biztonságos kerékpárúton, hiszen ez a közel 1 kilométeres pályának a megépítése, ez ilyen lehetővé teszi azt, hogy végig a forgalomtól elzárt vonalon biciklizzenek a fiatalok, gyermekek, ami úgy gondolom, hogy a mai világban már elengedhetetlen a lakosság részére is. A rendőrség a saját honlapján hívja fel a sofőrök figyelmét, hogy július közepén megkezdődött az őzek nász időszaka, amikor az állatok sokkal aktívabbak és figyelmetlenebbek, így az autósok számára is nagyobb kockázatot jelentenek. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban a nap bármely szakában találkozhatnak a közlekedők az állatok az utakon, akár a lakott területek közvetlen közelében is. A korábbi évek tapasztalatai alapján nyáron a vaddal történő ütközések száma emiatt is növekszik, ezért fontos, hogy ne csak a vadveszélyt jelző táblákkal ellátott útszakaszon közlekedjenek óvatosabban a sofőrök, hanem az erdősávok, termőföldek mellett is. A rendőrség közleménye szerint a legveszélyesebb útszakaszok a megye déli részén találhatók. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Több mint 100 millió forintnyi adót csalt el egy aparhanti családi vállalkozás. Egy 23 éves nő és édesapja számlák nélkül több 100 millió forint értékben vásárolt szarvasmarhát több eladótól. A vásárlást fiktív számlákkal igazolták. Ellenük és a csalásban résztvevő 4 másik férfi ellen most emelt vádat a Tolna megyei főügyészség. Aparhanton működtetett egy szarvasmarha telepet egy család, az állatok felvásárlására és eladására létrehozott családi vállalkozás ügyvezetője egy fiatal nő volt, de csak papíron. Ténylegesen édesapja irányította a céget. 2013-ban döntöttek úgy, hogy több 100 millió forint értékben vesznek szarvasmarhákat. A vásárlást hamis számlákkal igazolták, amiket 4 másik cég vezetője állított ki nekik, mint a tőlük vették volna az állatokat. Ezzel a módszerrel a KFT az áfát és a társasági adót is jogellenesen csökkentette, feltehetően több mint 174 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Ez szúrt szemet az adóhatóságnak, mondja Páli Péter, a Tolna megyei főügyészség helyettes sajtószóvívője. Annak érdekében, hogy az áfát
az állatok értékesítését követően el tudják számolni ennek érdekében, különböző gazdasági társaságoktól fiktív számlákat szereztek be. A harmad, negyed, ötöd és hatod rendű vádlottak, ezeknek a fiktív számlákat kibocsátó gazdasági társaságoknak voltak az ügyvezetői. Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és a számvitelrendje megsértése miatt emelt vádat a Tolna megyei főügyészség. Az elkövetéskor 23 éves nő és édesapja, valamint további 4 cégvezető ellen. Az ügyészség valamennyiük esetében pénzbüntetés, 4 vádlottal szemben börtönben végrehajtandó, egy esetben felfüggesztett szabadságvesztés, egy esetben pedig elzárás kiszabását szorgalmazza a szexádi törvényszéknél, valamint mint javasolja eltiltásukat a gazdálkodó szervezet vezetésétől. 30 nap börtönre ítélt a bíróság egy férfit, aki részegen okozott koccanásos balesetet Szekszárdon. A vétkes sofőr elszaladt a helyszínről egy kocsmába, ahol továbbivott. A férfinak korábban már több hasonló ügy miatt is bíróság elé kellett állnia. Itt, ezen a forgalmas szekszárdi útszakaszon koccant bele az erősen ittas férfi az egyik zebra előtt álló autóba, 10 üveg sört ivott, mielőtt a volánhoz ült. Nem ez volt az első hasonló esete, korábban 2-szer már elítélték ittas vezetés miatt. A balesetben most senki nem sérült meg, a férfi viszont elszaladt a helyszínről, mire a rendőrök odaértek. Egy innen nem messze található kocsmában fogták végül el, ahol továbbivott. Az ügyben most tartott tárgyalást a bíróság. A bíró szokatlanul szigorú büntetést szabott ki a többszörös visszaeső ittas vezetőre. A vádlottat ittas járművezetés vétsége miatt 30 nap elzárásra és 100 000 forint pénzbüntetésre ítélte, valamint 2 évre eltiltotta a járművezetéstől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert az ügyész nem elégedett meg az ittas sofőr 30 napos börtönbüntetésével. Azt szeretné, ha a férfi hosszabb időre kerülne a rácsok mögé. Háromdimenziós íjász világbajnokságot rendeznek jövőre Szekszárdon. A szervezők arra számítanak, hogy nagyjából 700 nevezés érkezik majd a hazai szervezésű világversenyre. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy szépen fogunk vele. Nézzünk arra fel, azt mondták. Készfogása az együttműködési megállapodás aláírása után. Néhány napja egyezett meg Szekszárd polgármester és a Magyar Íjászszövetség elnöke arról, hogy a város melletti sötétvölgyi erdőben jövőre háromdimenziós íjászvilágbajnokságot rendeznek. A szervezők nagyjából 700 nevezőre számítanak, sokan közülük a szakák fellegvárainak számító Olaszországból, Franciaországból és Hollandiából érkeznek majd. Ez azt jelenti, hogy a kísérő személyzettel együtt nagyjából 1000 fő látogat 6 napra Szekszárdra. Nekünk kötelességünk minden lehetőséget megragadni, amikor a város egy kicsit meg tudjuk azt mutatni, hogy mire képes egy 33 ezeres megyeszéke, mint Szekszárd, és egy ilyen világeseménynek a megszervezése, lebonyolítás az mindenféleképpen egy ilyen célt szolgáló esemény is lehet. Azonban egyik oldal a lehetőség, a másik oldal pedig a hatalmas feladat. A szekszárdi rendezés kifejezetten kedvez majd a hazai versenyzőknek. A szövetség nem titkolt célja ugyanis, hogy minél többen tudjanak indulni a magyar élvonalbeli mezőnyből. Több száz magyar versenyző is részt tud venni, és a költségeik a töredéke tud lenni annak, mint hogyha mondjuk a világ másik részére kellene, hogy utazzon. Tehát ez egy ilyen támogatás, amit a szövetség szem előtt tart, és ezért is vállalunk be nemzetközi versenyeket leginkább, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani a saját versenyzőinknek. Az IASZ világbajnokságot a tervek szerint egy év múlva, jövő augusztusban rendezik meg Szekszárdon. Ismét a világ zenéje, a főszerep július 15-e és 21-e között Balatonbogláron. Közel 20 ország zenészei hozzák el a tradicionális vagy a modern kor muzsikáját a Babelsand Fesztiválra. Napközben a túlparton interaktív hangszer és nemzetiségi bemutatón vehetnek részt az érdeklődők, esténként pedig koncertekkel várják a turistákat. Idén többek között Indonézia, Törökország, Olaszország és Marokkó költözik ki a Platán strandra. Milyen anyagból készült? Ennek fa szerkezete van, fára építenek egy kecskebőr, ami rajta van, a rezonátornak. Van 25 darab húr rajta. Az úgynevezett szárod Észak-India egyik legelterjedtebb pengetős hangszere. Ezzel és a különböző népek zenei hagyományaival is megismerkedhetnek az érdeklődők Balatonbogláron. A hangszereket a gyerekek is kipróbálhatták. Fantasztikus hangja van, és hogyha belegondolunk a hagyományokba, hogy több száz éven keresztül fejlesztették ki ezeket a hangszereket vallási és
és önmaguk szórakoztatására az emberek. Tényleg fantasztikus belegondolni. A jurtában a magyar népzenét és a hagyományokat elevenítik fel egész héten. Kicsiknek, nagyoknak, a vendégül jövő művészeknek és a családoknak, a család minden korosztályú tagjának ő sikerüljön benne olyan programot csinálni, ami leköthetí, és ezzel kapcsolatban egyrészt magyar népdalok megtanulására van lehetőség a külföldi vendégművészek számára, felfedezésre, tehát a külföldi vendégművészekkel együtt lehet improvizálni, zenei együttműködéseket kitalálni. Törökországtól Szenegálig 20 ország kultúrájával ismerkedhetnek meg az érdeklődők a 9. Babel Soundon. Harmadik alkalommal vagyok itt a barátaimmal, a zenésztársaimmal a Balatonnál a Babel Soundon. Nagyon örülök, hogy idén is meghívtak, hiszen ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy más zenészekkel megismerkedjünk, tanuljunk egymástól. Emellett a közönséget is szórakoztathatjuk. A cél, hogy közelebb hozzák más országok hagyományait. A fesztivál célja elsődlegesen az, hogy idegen kultúrákat mutassunk be az ideérkezőknek. Idén 46 zenekar lép fel, 18 országból hívtunk meg együtteseket. Ugye a Babelnek egy rendkívül különlegesség, hogy nem csak koncertezni hívjuk meg az ideérkező zenekarokat, hanem eleve úgy küldjük a meghívót, hogy töltsenek velünk egy hetet, és itt velünk együtt élik meg a fesztivált. Beszállnak a napközi programokba is néha egyébként, tartanak is programot, és tavalyi évtől már nekik, az ő részükre is van egy külön sátorban egy program, ahol a magyar népzenével pedig őket ismertetjük meg. Az ingyenes programokkal egészen vasárnapig várják az érdeklődőket. Híradunk végén, a baranyai témáink még egyszer röviden. Választási szövetséget kötöttek, a Fidesz-KDNP-vel fog össze az ÖPE. Közművezeték csere, új aszfaltburkolat megújul a Mecsekoldal úthálózata. Jutalmat adnak a Szép kertekért, balkonokért virágos uránváros verseny. Vizes sportok, szabadtéri aktivitás, sportpartit tartottak Pécsen. Csütörtökön több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar, helyenként felhőszakadás, jégeső. A változó irányú szél zivatarok környezetében erős, viharos lehet. Délután 25-27 fok valószínű. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!